A legnagyobb kedvencem a trubadur. A trubadur. Az ucséna. Az egyszerűen, az nekem az egy szívügy volt mindig. Mindig azt hitték, hogy a Carmen, de nem. Az ucséna. Teljesen beleszerettem. Tisztelt nézőink, köszöntöm Önöket Opera Café című televíziós műsorsorozatunk nyári különkiadásának epizódjában. Az opera örökös tagjait vesztük szépen sorba. Mai beszélgetésünk főszereplője Mészöly Katalin, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Köszöntelek, kedves művésznő! Ez az örökös tagság, ez egy olyan pályának, hát csak remélni tudom, hogy a megkoronázása, hogy te is így értékeled a tavalyi döntését a testületnek, amelyik rendkívüli hosszaságot mutat, még úgy is, hogy a mezzoszopránok, azok a jó mezzoszopránok, akiknek jó technikájuk van és jó egyéniségek a színpadon, azok sokáig énekelnek. Mennyire érezted azt, hogy gyakorlatilag két pályányi időt töltöttél a színpadon? Nem éreztem, nekem kevés volt. Igen. Pedig az eleje nem volt neked úgy megágyazva, mint ahogyan néha főleg mondjuk szopránoknak, tehát mondjuk a fiatalabb hangok ugye korábban érnek. Hogy élted meg azt, hogy itt eleinte a kórusban énekelhettél? Nem volt túl kellemes a dolog, de mindig reméltem, hogy egyszer ennek lesz folytatása, és nem a kórusban. És kiengedted a hangod a kórusban, vagy éppen spóroltál? Nem, én soha nem spóroltam. Soha. Én imádtam énekelni, és nekem az egy öröm volt. És mi morfondíroztál ott a hátsó sorban állva? 65 és 68 között? Mindig a rendezők mondták meg, hogy az ember melyik sorban áll, és egy fiatal nőt, egy 21-22 éves nőt, azt nem szoktak a hátsó sorba tenni. És az első sorban mi morfondíroztál? Semmit a darabon, hogy milyen jó lenne, hogyha én is énekelhetném. Igen, tehát akkor azért a mezó vagy alt kolleginákat gondolunk különös figyelemmel szemlélted. Természetesen, de nem csak azokat, egyáltalán óriási énekesek énekeltek abban az időben. Mondanom sem kell, Székely Mihály például. Én még élőben hallottam, vagy Fodor János, hát én azóta se hallottam olyan baritont. Én azokat is nagy élvezettel hallgattam. Deli Rózsit, Szecső Dírént, hát ezek óriások voltak. De változnak az idők? Ma már nem ez van itt? Hát most már nem divatok a bölények valóban. Inkább a precízi énekeseket szeretik a karmesterek. De te is nagy hang vagy. Hát nem baj, nem is szerettek olyan nagyon. Megszenvedtél a nagy hanggal? Megszenvedtem, igen. Ez csak vicc. Mészöly Katalin, érdemes művész, 2019 óta a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Magánúton kezdett énekelni, majd az Salzburgi Mozarteumban folytatta tanulmányait. Pályafutását az operában 1965-ben énekkari művészként kezdte. Két évvel később a Parasztbecsület Lolájaként mutatkozott be. A Pécsi Nemzeti Színházban és a Debreceni Csokonai Színházban töltött évek után 1977-ben lett az Operaház magánénekese. 2005-ig 4 teljes évtizeden át számtalan darabban aratott nagy sikert. Erőteljes drámai alt mezzó hangszínével lenyűgözte a közönséget. Gyakran férjével, Horváth Bálint tenorral együtt lépett színpadra, aki az énekmestere is lett. Vendégművészként Európa több nagy opera színpadára kapott meghívást. Pályája során számos díjjal tüntették ki. Hogy alakult ki ez a nagy hang? 4-5 éves koromtól kezdve mindig udvari koncerteket adtam a lakóknak. Igen, udvari énekesnőnek készültem, és mindig énekes akartam lenni, csak nem opera énekes, hanem dizőz. Tehát Német Lehel mellé akartál odaállni. Hát körülbelül, igen. És akkor valami történt, ami a dizőzből a mezzó díva felé terelt? Igen, bekerültem az operaházba statisztálni. És akkor kész. Onnantól kezdve rabulejtett ez a színház. De pont ide jöttél? Van egy csomó másik színház is. Nem tudom. Ide volt összeköttetése az apósomnak, és akkor ide jöttem. Már annyira korán férhez mentél? Annyira korán, igen. Gyámhatósági engedéllyel. 20 évesen már lehetett apósod. Ez ma nem gyakori. Gyámhatósági engedéllyel mentem férhez. Tényleg? 16 és fél évesen. Féltem, hogy nem fogok elkelni. Ez oktalan félelem volt. Udvarláshoz jó
csak úgy hallja. Hát, ha hát vagyok, csak érzen egy gyorsan, hogy félti a száját. Légy okos, de meg légy engedelmes, ne csak ilyen lármát. A statisztákból itt lesznek sokan operázban ilyen-olyan dolgot ellátó kollégák, akár még művészek is, de talán az énekkarban nem vezet egyenes út. Hát közben mondtam neked, hogy engem teljesen rabul ejtett ez a pálya, meg egyáltalán az operaház, és akkor elkezdtem tanulni. Akkor ez egy kicsit rögös volt, mert ugye több tanárhoz is elmentem, egyiknél csalódtam, akkor leálltam egy kicsit, akkor mentem a másikhoz, a Németh Annánál kezdtem. Ő egy hatalmas hangú altista volt, de nem vált be nekem, és akkor tovább mentem. Aztán a Sipos Jenőhöz kerültem, és közben bekerültem a kórusba. Próbát énekeltem, és a Plesz László, igen, a karigazgató. A karigazgató, az engem korepetált már közben. És neki nagyon tetszett, amit csináltam, és mindig azt mondta, amikor valaki elment az ajtó előtt, hogy biztos jönnek, és magát akarják látni, hogy ki ez. Igen. Hát nem így volt, de hát jól éreztem magam. És Sipos Jenőné, hogy érezted magadat? Remekül. Az volt a nagy erénye, hogy nem rontott az emberen. És megtanította, hogy az ember hogy használja a testét. Amikor például én énekeltem, akkor behívott egy-két kollégát, hogy hallgassa, hogy én mit csinálok, hogy éneklem a középhangokat, mert azt ő nem tudta megmutatni. Hát hiszen férfi volt. Hát igen. Hiszen férfi volt. Szóval ilyen trükkjei voltak. Szerettél gyakorolni? Tehát te egy a féle megszállott, igen, gyakorló... Én nem voltam megszállott, de ha valami nem ment, akkor képes voltam éjjel háromig gyakorolni. Bennem is az a képé rólad, hogy egy ilyen hangfenomén, akinek bizonyára, hát ez így jött. Tehát nem nagyon kell tanítani. De ez akkor tévedés volna? Csak hát, terelgetni legfél. Hát tudod, elmentem közben Mozarteumba tanulni, mert közben ugye szólista lettem Pécsett, és Breitner Tamás, akit én imádtam, mert nagyon sokat köszönhetek neki, igényességet, az, hogy mindent rendesen kell megtanulni, hogy mindent el kell tudni énekelni. Ő azt mondta, a Don Carlos Eboli, hogy mondtam neki, hogy én nem vagyok magas mezó, én nem tudom ezt. Akkor már sok mindent énekeltem, ott Carmen, Trubadur, stb. És azt mondta, hogy az nem mezó, aki nem tudja elénekelni az Ebolit. De mondom, nekem ez nagyon magas. De 20 éves voltál. Igen. Nekem ez nagyon magas. Azt mondta, hogy nem baj, akkor is el kell tudja énekelni. Hát erre mit csináltam? Kerestem egy kapcsolatot, Mozarteum, Salzburg, kimentem tanulni egy hajdani nagy mezóhoz, úgy hívták, hogy Paula Lindberg. Úgy kezdte, hogy felejts el mindent, amit tanítottak neked. Te úgy jöttél ki az anyád hasából, hogy tudtál énekelni. Felejtsd el az összes mani, mindent felejts el. Úgy énekelj, ahogy kijöttél az anyukádból. És soha nem felejtem el, hogy a nagy bulinál elkezdtem énekelni, ezt mutasd meg a kisáriát, hát az így mondod, az megy nekem. Hát azt mondja, akinek a kisária megy, a nagyária is menni kell. Ódon fatale. Igen. És elkezdtem énekelni, és hát persze jött a CESZ, ugye, amikor már kezdtem görcsölni, már előtte, erre körbejárt, mint egy ilyen kis, nem is tudom, mint egy porondmester. És a hátam mögé ért, és belevágott egyet a térd hajlatomba. Pontosan a CESZ előtt. És úgy kijött, és akkor egy nagyot kacagott, és azt mondta, na látod, így kell ezt csinálni.
hogy mik vannak itt. Mondjuk, ha ezt ma meséljük el, akkor lehet, hogy már valami abuzálással megtámadják a tanárnőt, hogy ja. ütötte, vert a növendék, mit akarhatott tőle. Pedig hát valóban, mennyi minden múlik a pszichén? A Wienerzálba vizsgáztunk, és akkor az bejött hozzám, és azt mondta, hogy hogy ülsz? Úgy ülj, hogy mindened laza legyen. Mint egy, azt mondja, láttál már párducot az ágon pihenni? Hogy lóg mindenek, keze, lába, és teljesen el van ernyedve. És egy pillanat alatt, mint a cövek áll a lábán, és rohan. Hogy nem szabad görcsösen arra koncentrálva, hogy ja Istenem, mi lesz, vagy arra gondolva, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy tudom megoldani, hanem ellazulni. És ez egy fél év volt odakint, Salzburgban? Körülbelül igen. És aztán hazajöttél, és akkor... És aztán hazajöttem, és többet nem mentem semmiféle énektanárhoz, és elénekeltem az Ebolit, arra Liszt-díjat kaptam, úgyhogy már érdemes volt kimenni, és aztán közben megismerkedtem a férjemmel, a második férjemmel, a Horváth Bálinttal, igen, aki attól kezdve ő volt az énekmesterem. Hogyha az operaházi archívumot megnyitom, és azt most már meg lehet, mindenki meg tudja tenni, akkor az látszik, hogy temérdek előadás van ezen a hosszú pályán. Tényleg mondom, hát 65-től énekkar nyilván, még pici énekkari szerepet is találunk egy Sosztakovics operában, de 2004-ig, addig a híres Vidnyánszky féle Jenufáig igen. vezetett ez a pálya az operaházban. De van egy olyan 7 éves lyuk, 77 előtt van ez, amikor egyetlen egy darab előadást találtam, az egy Carmen, egy délelőtti Carmen 74-ben. Mi volt abban a periódusban? Kétet énekeltem. És akkor egyetlen egy szereplés nem volt, csak ez egy beúrás lehetett? Ez egy meghívás volt, amikor is szegény Palósz László még a mai napig tartozik nekem egy havigázsiával, mert azt mondta, mikor elénekeltem a Carment, hogy anyukám, ben vagy, mondta. Ben vagy. Felteszem egy havigázsimat. Azt mondom, hogy tartozik, mert nem vettek. Valamiért nem vettek. Szívesen megadnál szerintem szegény. Igen, persze. Megadnál. Nagyon aranyos ember volt, nagyon igen. szerettem. De 3 évvel később, akkor minek kellett történnie, hogyha egy sikeres Carmen után még nem sikerült, aztán meg mégiscsak sikerült? Aztán elkerültünk Debrecenbe, oda mentünk énekelni, de én meg ott nagyon rosszul éreztem magam. És akkor fölhívtam a Mikó Andrást, hogy szeretném, ha lejönne meghallgatni egy előadást. Gondoltam, vettem a halált megvető bátorságot, igen, és igen, fölhívtam. Igen. És akkor azt mondta a Mikó, hogy nem tudok lemenni Debrecenbe, de tudja mit? Március 13-án van itt egy bánkbán, és énekeljék el a Bálinttal. Mondtam, hogy boldogan. És akkor jöttünk, és elénekeltük, és hát akkor nem kellett benfeküdni a ravatalonak, királynénak, és akkor nagy szomorúan láttam, hogy a Bálinttal beszélget a Lukács Miklós, és én meg ott álltam, mint egy kis szerencsétlen, és akkor a Lukács Miklós hátrafordult, és intett, hogy jöjjek oda. És azt mondta, hogy akkor ősztől tagok. Ő volt az igazgató, egy évvel később már nem ő volt az igazgató, nem. De az a lényeg, hogy akkor igen. titeket fölvett. És a Kórodi András, amikor bejöttem a következő, mit tudom én, 2-3 napban a házba valamiért, akkor avval fogadott a folyosón, hogy gratulálok, ellenszavazat nélkül vettük föl magukat. Köszönni tartozom!
venni tardo som. Ma che az összes ilyen komoly, nagy hangot igénylő romantikus szerep mind megtalált. Melyik az igazán nagy kedvenc? Arról beszélj egy kicsit nekünk. Hát a legnagyobb kedvencem a trubadúr. A trubadúr. Az Ucséna. Az egyszerűen, az nekem az egy szívügy volt mindig. Mindig azt hitték, hogy a Carmen, de nem. Az Ucséna, teljesen beleszerettem. És azon kívül, ha mondjuk nem, mondjuk egy magyar szerepet kell mondani? Hát a Bánkbán. Bánkbán, vagy a Judit akár, a kékszakálú Judit. Kodályok közül? Kodályok közül. Hát Hári János. Azért nem énekeltem itt Ebolit, mert egyszerre kaptam meg 2 hét különbséggel az Ebolit és a Hári Jánost, az Őrzsét, és a Hárit a Melissel énekelhettem. És akkor azt mondtam, hogy elnézést, de akkor én inkább a Hárit szeretném, mert ez a kettő nem fér össze, hogy egyszerre próbáljam, ez nem jó, és akkor én inkább a Hárit szeretném, és majd valamikor máskor. De komolyan a Melis ebben szerepet játszott? Ilyen vonzása volt, hogy vele lehet? A Melis egy fantasztikus énekes volt. Más statiszta koromban a kedvencem a Melis volt, meg az Ilosfalvi. De leginkább a Melis. A Melist én soha életem, aztán rengeteget énekeltünk a világban is együtt, én soha nem hallottam indiszponáltnak. De valami földön túli technika volt ott, nem? Olyan érdekes, hogy a te hangodról én például, nekem először a magyar szerepek jutnak eszembe. Nagyon biztos szerettem van ebben a Bánkot. Mert ez került elém esetleg akkoriban. De hogy olyan nagyon hitelesen, különösen hitelesen csengett a hangod, meg a szép magyar dikció, tehát hogy lehet érteni a szöveget? Ez fontos. Hát ezért voltam én az első, mert is díjas. Mindig azt mondta, hogy azok minősítik a díjat, akik kapják. Azoktól igen, lesz igen, egy igen. Díj értékes. Igen, így van. És ha már a külföldre egy picit utaltál, mesélsz arról, hogy hol szerettél igazán vendégszerepelni? Mi volt emlékezetes? Hát például a Milánói Scala. Az mondjuk elég jó helyszín. Ahol azonnal megtaláltam a Kálászpontot, és akkor megkérdezték, hogy ki mutatta meg honnan, nem, magamtól oda mentem. És akkor úgy tetszett nekik, hogy... Az egy jó akusztikájú hely. Nézőknek elmondjuk, hogy igen, ez igen. Hogy azt mondták, hogy akkor megkapom a Kálász öltözőjét, és kaptam egy dedikált fényképet. És mit is énekelt? Ezt illetve Judit tudom, de most... Kékszakálú Judit. Judit volt, persze, igen. Nagyon emlékezetes volt Moszkvában, a kongresszusi palotában, ami valami óriási. Ott voltak a pártkongresszusok. Az is, de azon nem voltam. Na jó, csak hogy én ezt úgy ismerem. 13 mikrofon a főtitkár előtt, 6000 személyes, óriási. És a színpad akkora, hogy komolyból gyalogolni kell, amíg az ember odaér. A frászt tört ki, gondolod, de a trubadúrt énekeltem. Hát 2 taktus van előttem. Igen. És mondom, hát fussak, mint az Ucséna. Hát ezt mégse kívánhatják tőlem, hogy itt berohanjak és elkezdjem a mágiáriát. Na, hát valahogy oda keveredtem, és nagyon, nagyon jó előadás volt. És tél volt, december, nagy hideg, és virágokat dobáltak föl a nézők. Szóval fantasztikusan jó érzés volt, és hát egy óriási jelenet volt benne. Igen, a katonai kében, amikor berögdösik az Ucsénát nálunk. Ott úgy volt, hogy felrángattak, ült a Luna, egy ilyen fél emelet magas trónuson ült a pasi, párducbőrrel letakarva a trónus, és ott volt, és oda a katonák föl, még most is szalad a hideg a karomon, ahogy mondom. Ilyen laza párducbőr volt, nem egy nem harapott már. És oda fölrángattak a katonák, és oda rögtek a lába elé. Valahol mondták, hogy egy emelvényről le kell ugranom, de ne féljek, mert a katonák, a kórus elkap azonnal. Hát ott elénekeltem a magamét, meg a Luna is elénekelte, majd jött az a bizonyos tartott G, amivel nekem ugrani kellett. Te jó Isten, hát mi lesz itt? Hát ugrottam, hát gyönyörűen letettek a fiúk a földre, és folytathattam. De hát az olyan hatásos volt, nagyon tetszett nekem. Csak a grém, amit láttál, a magja, a magja.
Egyébként mennyire voltál kényes? Egyáltalán nem voltam kényes. Hát a Margit szigeten énekelni, azt mindenki igen, tudja, hogy az nem... Az elemekkel való had. Igen, meg a párás dunai levegő. Hát bizony sokan elvéreztek ott, hogy az előadás már nem ment, próba még csak-csak. Ma is harcolnak az elemekkel ott, csak most már a mikroportok elemeivel. Mindenki, hogy is hívják, de mindegy, nem érdekes az igazgatók neve. Azok nem érdekesek, azok jönnek, mennek. Tényleg. Az, aki 50 évig színpadon van, az érdekes. Szóval az mondta, hogy akármit játszani fognak, és van benne mezzó szerep, akkor azt én éneklem, mert hogy ha én ott vagyok, akkor még az időjárás is kegyesebb, mondta. Kedvesen. És egy Mésző Katalin formátum művész számára marad olyan, ami meg valahogy nem talált meg. Itt tudom én. Delila most itt nem tudom. A Delila megtalált végén, elég későn talált meg a Delila a Bakács téren. De mindegy, igen. Zsebbe van, meg volt. Én akkor szerettem bele igazán ebbe az egészbe, amikor a Sámson és Delila ment az Erkelbe. És akkor én az egyik Delila lány voltam, és le voltunk festve, ilyen testfestés volt, úgyhogy utána muszáj volt fürödni menni. Én előadtam az összes Delila áriát a lányoknak. A tusolóban, igen. A tusolóban. De annyi szép mezzó szerep van azért, amit hát van, viszont van, persze. Bőven, igen. De kérdezted, hogy mi nem talált meg? Hát igen. Az Orpheus egyedül. Ami azt nagyon ambicionáltad volna? Igen, a Glukorpheus? Igen, a Glukorpheus, azt nagyon szerettem volna énekelni. De az sem ment aztán már, az egész működésem alatt nem ment. De ezzel a nagy hanggal? Azt a kis finom zenét? Hát mert úgy gondoltam, hogy az egy teljesítmény, hogyha, meg egy truváj, hogyha én ezt megcsinálom. Rendezőkkel nem álltál hadilában? Tehát jámboran elfogadtad, amit mondtak, vagy azért voltak itt önálló gondolatok? Volt, akivel már útközben összevesztem, például a Terrasson nevezetű francia rendezővel Carmen ügyben. Még ide se ért, már a Terrasson összevesztem. Ez jó. Igen. Karmesterekkel? Velük könnyebb volt? Hát azok, de csak a nagyokkal tudtam összeveszni, például a Gardellivel, avval sikerült, Ferencsikkel is sikerült. A Gardellivel például azon vesztem össze, bementem az Adriana Le Couvreur-t próbálni hozzá, és ő azt mondta, hogy Aidát énekeljek. Hát most, amikor az ember Adriana Le Couvreur-re készül, akkor azért mondtam, hogy nem. Hát ezen úgy megsértődött, hogy kidobott a következő napi előadásból be kellett valamibe ugrani, előkerültem, és akkor a Gardellivel összetalálkoztam a titkárságon. Jött velem a Válint is, a férjem. És a Gardelli mondta, jaj, de jó, hogy lát, és hogy akkor Aidát csinálunk, és Válint azt mondta, hogy nem. Az ütőendre volt az igazgató, megmondtam neki, hogy nem adom vissza a szerepet, de nem szeretném a Gardellivel csinálni. Nem akarok idegbeteg lenni. Saját felvételek? Vagy ha néha a rádióban esetleg hirtelen meghallod magad? Jaj, azt azért most már hallgatjuk. Volt idő, amikor nem akartam hallani, mert én mindig találtam valamit, amiben beleköthetek a saját felvételeimen. De aztán később egy most már örülök neki. És néha még tetszem is magamnak. Az jó érzés lehet. Igen. Főleg, ha az ember ilyen
ilyen fokon törekszik a maximumra mindig. Köszönöm szépen a beszélgetést neked. Én köszönöm. Tisztelt nézőink, Opera Café című televíziós sorozatunk mai epizódjában az Opera örökös tagjai közül Mészöly Katalinnal beszélgettünk. Jövő héten is várom Önöket. Viszontlátásra!